2022. április 3-a van, reggel 9 óra. Ma van az országgyűlési választás és a népszavazás. Igyekszem olyan távol maradni az egésztől, amennyire csak lehet. Nyugi, szavazni meg népszavazni, ezért elmentem. Olyannyira eljöttem szavazni, hogy reggel 6-kor én voltam az első a szavazókörben, úgyhogy nekem kellett ellenőriznem, hogy üresek még az urnák. Előttem plombálták le őket, és hitelesíteném kellett mindenféle jegyzőkönyveket. Tehát gondoskodtam arról, hogy a szavazás a lehető legjobban fog, hanem is menni, de elindulni. És ezt persze összekötöttük egy kutyasétával. Akkor most mi van? Távol maradok, vagy nem maradok? Mindjárt megvilágítom. A választáson és a népszavazáson egy dolgot tehetek. Egy jogi aktust. Azt, hogy behúzom az X-eket. Pont. Onnantól kezdve különösebb ráhatásom nincs az eredményekre, hogy bedobtam a döntésemet az urnába. Apropó, ha az ellenzék nyer, az urnából hölgy ne lesz. Meg ha azt szeretnéd, hogy továbbra is csak két nem legyen, akkor négy nemet kell x-elni. Se a szavazatleadás előtt, se a szavazatleadás után nincs különösebb ráhatásom az eseményekre. Az eredményeken az egyáltalán nem fog változtatni, hogyha fél óránként a telómat pörgetem részeredmények után kutatva, és ugyanígy a kampányidőszak hírfigyelése sem nagyon járul hozzá ahhoz, hogy az egyén mire szavaz. Erről beszélgettünk amúgy egy szociálpszichológussal is a legutóbbi Szertár podcastben. Például ebből az adásból az is kiderül, hogy némi intelligenciával az ember tök könnyen tudja racionalizálni a döntéseit utólag. Pláne, ha az elképzeléseit folyamatosan megerősíteni látja a médiából. De az nem a Telexen, Origón, Kurucinfón, Facebookon vagy Twitteren dől el, hogy ki lesz a szíved csücske. Na, csücsök, nesze, itt egy X. Ha nem olvasol el minden hírt, ha nem nézel meg még egy helyszíni közvetítést, vagy hallgatsz meg egy újabb elemzőműsort, nem leszel kevésbé tájékozott. A hírek nagy része a nagy kép szempontjából érdemi új információt nem igazán tartalmaz, az csak fingreszelés vagy szép szóval infotainment, meg vérnyomás és szorongási szint szabályozó. Nem azt mondom, hogy nem fontos az újságírók munkája. Ők az elsők, akik dokumentálják a történelmet, és ez nagy dolog. Viszont ennek megfelelően igyekszem súlyozni a híreket, azt a relatív keveset is, amit egyébként fogyasztok. Úgy döntöttem, most kísérletképpen egyel tovább lépek. Egyáltalán nem nyitok meg nem csak hírportálokat, de közösségi médiára sem fogok belépni. Kíváncsi vagyok, hogy mikor és honnan fogom megtudni a választás eredményét. Nem fogok utána menni, nem fogok rákérdezni, és kérlek, ti se küldjetek rám üzeneteket csak emiatt, de nyilván nem fogok egy barlang mélyére sem elrejtőzni, élem simán az életem. Írjátok meg a tippjeiteket, hogy szerintetek, hogy fog majd kiderülni az eredmény. Túl hangosan káromkodik majd este egy libernyák az ablakom alatt, hétfő hajnalban a katonaság ébreszt, hogy vigyen Ukrajnába, vagy a szomszéd kislányt már kisfiúként viszik bölcsibe reggel. Hétfőtől biztos, hogy bármi is lesz a kimenetel, nem lesz földindulás. Eufória lesz az egyik oldalon, csalódottság a másikon, de az egész állam az egy behemót nagy tehetetlenséggel mozgó rendszer, ami hosszabb távon alakul. Bárki nyer, ugyanúgy rövid távon tarkul nyomja majd a gazdaság helyzete. Bárki nyer, rövidesen biztos, hogy lesznek tüntetések, elégedetlenségek, bűnbakkeresés, egymásra mutogatás. Max, ha újabb Fidesz kétharmad lesz, akkor beírják az alaptörvénybe, hogy a hörcsög egy állat. Ha úgy veszük, minden megy tovább, mint eddig. Legalábbis rövid távon. Szóval úgy döntöttem, hogy a választásban, mint jogi intézményben természetesen részt veszek, részt vettem, de az egész politikai folyamatot kampányostól, utózöngéstől igyekszem minél távolabb tartani magamtól. X-eljetek, aztán legyen szép napotok. Mondjuk menjetek ki hógolyózni. Sziasztok!